Az ajtóknál kézfertőtlenítők, amelynek használatára figyelmeztetik is a diákokat, tanárokat, mindenkit, aki az intézménybe lép. Így kezdődött a mai nap, és ezzel a tanév a Török János mezőgazdasági és egészségügyi szakgimnázium és szakközépiskolában is. Szerettek volna tanévnyitót is tartani, de szabadtéren, ezt pedig az időjárás végül nem tette lehetővé. Így a termekben tájékoztatták a diákokat arról, milyen szabályokkal indul az új tanév. Gyakorlatilag azokat a szabályokat mi saját magunkra szabtuk, és ezeket a gyerekeknek ismertetni fogják most az osztályfőnök az első tanítási napon az osztályfőnök órákban. Ezt én saját magam mondtam volna el a tanévnyitó értekezlet. De ez elmaradt, így az osztályfőnökre maradt ez a feladat. Most már a Református Egyház tehát az intézmény fenntartója, a diákok életében viszont ez nagy változást egyelőre nem fog jelenteni. Nagy változtatásokat ugyanis nem terveznek, főként mivel az idejáró diákok még nem református intézménybe iratkoztak be. Az elsősök fogják elsőként tapasztalni azt, hogy egy református intézményben van néhány olyan lehetőség, vagy adott esetben korlátozás, ami a diákok mindennapjaira hatással lehet. Házi rendet fogunk készíteni, és átbeszéljük a pedagógusokkal, a vezetőkkel, a szülőkkel, hogy hogyan is folyjon az intézmény élete, amit a későbbiekben fogunk majd apró pénzre váltani a mindennapokban, de én azt gondolom, hogy azok az emberi szabályok és emberi követelményrendszerek, amelyek eddig is minden középiskolában működtek vagy működtetőek, így fogunk ezen túl is ehhez ragaszkodni, és ebben fogunk talán, ha lehet, kicsit előrébb lépni, vagy tisztább kereteket teremteni. Az oktatás tehát ebben az intézményben is megkezdődött, egy padnál egy diák ül, és folyamatosan figyelnek a megfelelő higiéniai előírások betartására.